mélyen elhallgatták előlünk a dolgokat. Nem tudok semmit, azt tudom, hogy május elsőjén, ha igen. Mi május volt elsőjén, május elsőjén? Május elsőjén nagy vigyorogva fölvonultunk, és közben meg már jött a felhő fölénk. Fújta. Vágott, hogy miről beszélünk? Fogalmam sincs. Csernobilről. Ja. És ti mit csináltatok akkor május elsőjén? Május elsőjén volt. Ez nem május elsőjén volt, ez előtte volt. Előtte volt, igen, jó pár nappal, de mire onnan ide ért, úgy fönn a fellegekbe, igen, te még akkor nem voltál meg, úgyhogy izgultunk is, hogy nehogy legyen valami. Nem kéne megkavarni a krumpli főzőlék? Nem, már kész. Akkor játszottunk makó. Na, szabad téren. Rá négy napra. Ja, mindenki, egész ország ki volt a szabadban. De hát hál' Istennek először éjszakra vitte is itt. Svédországban vették először észre. És úgy, hogy mikor befelé ment az űrge a céghöz, befelé mérték a rádióaktivitást. Nem kifelé. Onnan kezdték le gondolkozni. Ez volt a gyanús, hogy az az üzem biztonságos volt, és amikor ment befelé, akkor vette észre a kapu. Azt a svédők történik tulajdonképpen izévé nyilvánossá. És utána már volt. Mit csinálni? Szovjetuniónak? Maradt egy. Bevallás. Hát mit tudom én, nem is tudom, mikor tudtuk meg. Hétre. Szerintem több, mint egy hét. Ez nem rossz. De április 26-án volt, és május elsőjén még senki nem tudta. És mit gondolsz a izékről? A mi atomerőműdünkről, meg a másodikról. Nem én fogom eldönteni, hogy lesz, hogy nem lesz. Azt hát te dönthetnéd el, akkor mit csinálnál? Csinálnál még egy atomerőművet? Vagy inkább a megújuló energiákba fektetnéd? Szerintem még tulajdonképpen az a legjárhatóbb út, de itt Magyarországon a szél nem. Viszont itt nem éri meg. A napenergia nem hülyeség? Szélre. A megújuló energiákra. Hát ekkora országban még egy atomerőmű szerintem. Ez az egy is beterítene bennünket.